Az előttünk álló hétvégén háromnapos albesorolású minősítő versenyt rendeznek a Kunos Lovardában. Nem akármilyen élményben lesz része annak, aki kilátogat a helyszínre, hiszen az ország legjobb díjugratói érkeznek Székesfehérvárra, hazánk minden részéről. A több állomásos téli fedeles bajnokság újabb fordulójában természetesen fehérvári lovasoknak is szurkolhatunk majd. Kunos Csaba, a Lovarda tulajdonosa elmondta, nagyon készülnek, hogy vasárnap este mindenki elégedetten távozhasson a viadalról, és bár igazi téli időre lehet számítani, rengeteg indulót várnak. Ez egy úgynevezett téli kupa, ami nevezhetjük fedeles magyar bajnokságnak is. 7 olyan helyszínen rendezik ezt meg, ahol megfelelő minőségű lovardák állnak rendelkezésre, így például Székesfehérváron. Igazából az ország összes jelentősebb lovardájából, tenyészetéből érkeznek lovak, gyakorlatilag mint egy bajnoki forduló úgy néz ki. Reggel 8 órakor kezdődnek a versenyek, és este 8-kor, 9-kor, 9:30-kor még általában itt szoktunk lenni, természetesen normális világítással, állítólag nagyon-nagyon hideg lesz, úgyhogy kellemes téli versenynek nézünk elébe. Fehérvári részről Záruk Gyulának van talán a legnagyobb esélye a jó szereplésre, és ha lovával úgy teljesít a versenyen, ahogy eddig a szezonban, minden esélye megvan arra, hogy a legjobbak között szerepeljen a neve a végelszámolásnál.